Az edzőváltáson átesett Diós Győröf fordulót megelőzően harmadik helyen álló Újpest otthonába látogatott úgy, hogy a két csapat között 8 pont volt a különbség a tabellán. Hogyha nézzük az összeállításokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a hazaiaknál nincs meglepetés, talán csak annyi, hogy a 4 védő és Onova előtt 5 kifejezetten támadó szellemiségű futballista, a csúcsék pedig természetesen ezúttal is a gólkirályi címért harcban álló Novotny Soma, aki 15 gólos már a bajnokságban. A vendégeknél a csapat korábbi játékosa, a spanyol Fernández váltotta Boldog Tamást a kispadon, és 5 helyen változtatott a kezdőcsapaton az előző mérkőzéshez képest. Bekerült hátra Vela és Karán, középre Kocsis és Ternován, előre pedig Bacsa, míg Vela a vendégek által a találkozó előtt megadott összeállítás szerint jobb hátvédként igyekszik majd helyzeteket kialakítani, a 10 gólos Ugraira pedig 5 sárgás eltiltása miatt nem számíthatott Fernando. Az egy jó labda Paujevicnek. A harmadik perc elején már a 16-oson belül Paujevic, ketten kérik a hosszú oldalon, és ott a felső lész csak. Zsótér Donát hatalmas zicserben nem tudja megszerezni a vezetést az Újpestnek. Ima a meccs eddigi legnagyobb helyzete, Paujevic labdája tökéletes, Zsótér pedig néhány méterről nem tudja megszerezni második NB1-es gólját ebben a szezonban. Lesz-e egy lövés? Van bizony lövés! Nem is volt rossz. Még Antal is megtapsolta Onovo kísérletét. Paujevic már másodszor megy el remekül a jobb oldalon. És bár ezt még Liptákig kicsúsztatták, Onovo nézte meg magának a bal alsót. És ezzel pedig mehet Nagy Dániel egy az egyben. Nagy Dániel helyzetben belerúgja Antalba. A második óriási újpesti helyzet a 9. perc elején. Itt Nagy Dániel egy az egyben Antal Botondal 15,5 méterről. Második nagy bedobás, Makrai. Lesz a lövés belőle. Van bizony, Pajovic öklöz bele, ott van, lehetett volna még a helyzet. Ez így már felszabadítás. Hát kicsit úgy immelámmal végezték el a bedobást a Diós Győriek, de ők is gólt szerezhettek volna. Kellemetlenül pattogott ott Pajovic előtt. Makrai kísérlete. Ugrai hiányával egyébként Vela legeredményesebb. De most Paujevic a 17. percen. Újabb jó beadás, elmegy a hosszú oldalon, ez sincs benne. Az ügyes Balázs a 16-oson belül egy újabb jó beadás, ez már bent van. A 18. percben, ami nem ment Zsótérnek és Nagy Dánielnek, az megy Novotny Somának, aki sportszerűen nem ünnepelteti magát annyira, hiszen korábbi csapatának talált be. Szép kényszerítő, a jobb hátvéd Balázs Benyamin teker középre, és hiába van ott 3 piros mezes, Novotny Soma fejjel megszerzi a 16. bajnoki találatát ebben az idényben. Paujevic kap megint egy jó labdát. Ezúttal mit tesz vele? Csak ijeszget. Paujevic második hullámba vissza. Nem volt rossz elgondolás. De Paujevic egyelőre tarthatatlan. Bacsa. Szerencséset teszi tovább, Pajovic véd egy nagyot, ott a kipattanó, és még egyet véd Pajovic. Két hatalmas bravúr az újpesti kapustól. Az első félidő utolsó percében, és ebből kontrát vezethet az Újpest. Nagy Dániel, szenzációs labdaátvétel. Nagy Dániel belelövi Liptákba. Mind a két csapat gólt szerezhetett volna. Nagy, éppen csak a kapu mellé. Hát úgy végződik az első félidő, hogy elkezdődött. Helyzetekkel mind a két oldalon. Rengeteget tette azért, hogy maradjon az 1-0. Ez az első hatalmas védése Makrai lövésén, és ez, ahogy odaért Bacsa kísérletére. Két fantasztikus bravúr Pajovictól. Szűcs. Nagy Dániel felé az indítása, de jön Antal is a kapujában, nagy pöcköli át. Nincs meg a második gól. Marad az 1-0. Tamás Márkot futotta le Nagy. Litauszki.
Paujevic nem volt les. Paujevic középen ott van Novotny. Paujevic Antal. Visszapattant a Diós György kapusához. Íme Paujevic gólt szeretett volna lőni. Újpest, Diós György, Novotny Somát találtanak köszönhetően 1-0.